Tehát az ellenségnek az alapszabálya, hogy nem azért kell nem gyűlölni, mert nem érdemli meg, hanem azért kell nem gyűlölni, mert azt szeretném, hogy velem cselekedjen, azt kell cselekedni, amit szeretném, hogy velem is cselekedjenek. Az igaz Isten tisztelet meglátogatni az árvákat, az özvegyeket, az elesetteket, nem sorolom tovább. Mi az igaz Isten tisztelet? Adni, adni. Na ebből lett, nézzétek el, milyen utat járt meg a hazugság, ebből lett a kosár. Holott ez honnan indult? Mi az igaz Isten tisztelet? Elmész és adsz. Elmész és adsz. Így feledkezünk meg az adásról. Hány ember van, akiknek jól esne, és azt mondja, hogy ez igaz Isten tisztelet, hogy nem itt ülsz. Nem itt. Én azért szeretném, hogy kiürülnének ezek a szombati Isten tiszteletek. Mert amúgy kifognak egyszer. Elmondom miért. Hogy az emberek ezt megértsék, hogy az igaz Isten tisztelet az, amikor, amit az Istentől vettél, azt elmész és továbbadod. És az igaz Isten tisztelet. Az egy fantasztikus Isten tisztelet. Arra mondja, hogy igaz. Amit itt csinálunk, erre nem feltétlen biztos, hogy azt mondja, hogy igaz. Vannak olyan részei, ami jók, vannak nem, de amit adsz, amikor adsz, az egy igaz Isten tisztelet.